Mi az Isten? Jó reggelt! Nem tudod, hol vagyok, Jani? Hogy nem megy a szar? Nem megy ez a geci. Hát mi a kurva élet? Szevasztok! Várjatok, megpróbáljuk aktiválni a fészkemet. Nem tudom, mi van. 4:20. Ah! Úristen! Pisti! Mit keresel itt? Én nem tudom, mi volt. Valami volt. Ja, itt vagyok. Hello. Valami történt. Nem számítottam erre, őszintén megmondom, hogy nem vagyok itt, de itt vagyok. Ez azért egy kicsit durva, nem? Komolyan mondom, jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, szeretettel a Happy Hour című műsorban. Ez nagyon komolyan hangzik. Ez rettentő komolyan hangzott. Jó reggelt, jó reggelt. Magic volt. Én nem tudom, hogy mi történt, srácok, vagy hogy miért nem működött a webcam. Valami volt. De egyszerűen nem ment, úgyhogy előfordul. Lord Stark, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Szülnapod alkalmából, Isten éltessen, köszönjük szépen. A mai nap olyan szinten vicces és mókás, hogy ez fantasztikus. Nem mondom meg miért, de előre szóltam. Úgyhogy most ez egy ilyen móka Miki nap lesz. Én a szemfényvesztő vagyok, így van. Eltönök, bazd meg, az csá. Nagyon kemény. Így elfogyott, hogy oldalról nem lát. Igen, az a durva, hogy tegnap ott annyira lefogytunk, hogy kész, átlátszó lettem. Ez már igaz. Annyit tudok erre mondani, igen, Bianca, annyit tudok mondani, hogy éhezem. Hát igen. Ez borzasztó jó érzés. Jó? Nagyon. Tudod, ez is egy olyan hiányérzet. Az embernek, tudod, kevés az ingere, most legalább van ez. Mert rosszul állsz hozzá, Pisti, ez a baj. Miért állok hozzá rosszul, Jani? Mert túlságosan drasztikus, amit csinálsz. Én drasztikus vagyok, Jani. De tényleg. Azt szoktam lenni. Nem az a megoldás, hogy nem eszel, hanem az, hogy keveset. Vagy odafigyelsz, hogy mit. Én ezt mind csinálom, Jani. Oda figyelek, hogy ne egyek. De ez nem jó. Ami nagyon durva. Alapvetően egyébként mindig kapjuk ezeket a tanácsokat, tudod, mindenféle ilyen fogyimájsztertől. Hogy kell enni? Tudod? Igen. Meg minden. Néhányuk túlságosan érdekes, de az a lényeg, hogy néztem tegnap az RTL híradót. Miért néztem volna? Ja, arra gondolom, az ízére gondolom. Én nem tudom, mi az a TV. Ja, én nem tudom, mi az a TV. Szóval igen, essünk túl ezen. Igen, állítólag benne voltunk a TV-ben. Kapaszkodjatok meg. Kész. Mehet. Nekem nagymamám szólt. Na. Ez van. Ennyit tudok hozzáfűzni ez a dologhoz. Biztosan. A legeslegjobb az, hogy nekünk nem szólt senki. Így van, digitális benszülöttek vagyunk. Digitális benszülöttek, mocskos, mocskos tévészülemények, undorító, fúj, köpö. Ez van, nekünk nem szóltak. De nekem mamám szólt, benne voltál a fókuszba. Annyira is, hogy nem mondom, tényleg basz. Tudtam, abszolút nem tudtunk róla. Azt mondták, hogy most már bloggerek vagyunk. Igen, ez fantasztikus. Nagyon imádom, hogy a tévé hozzászól ezekhez a dolgokhoz. Igazi bloggerek lettünk. Az összes utazásokról beszámolnak. Igen, igen, és mi most már bloggerek vagyunk. Végre, Jani. De én erre vártam. Végre bloggerek lettünk. Gamernek lenni, fú, itt már 2017-ben az elég buzis. Gamernek lenni buzis, na, mert az blogger. Így van. Pontosan úgy áll egyébként a televíziózása ez az egész műfajhoz, mint egy nagymama. Az a véleményem. Blog, valamit csinálnak az internetbe. Na, ez van. Úgyhogy sírazdal ne is mondd. Tehát a káosz, ami az emberek fejében uralkodik, és amit gyakorlatilag a média megerősít arról, amit csinálunk, az fantasztikus. Welcome to 2007, ugye, Lasli? Tehát így, na, ez van. De ma már nézte. És írt üzenetet, hogy ma 4:40-kor ismétlik. Na. Fasz. És mik vagyunk, várjál? Hashtag, az fontos, hashtag, trónletaszító. Ezek vagyunk. Mi? Trónletaszítók. Ezt mondd már még egyszer. Trónletaszító. Hashtag trónletaszító. Nem tudom kimondani, bazdmeg. Trónletaszító. Micsoda? Hashtag. Micsoda? Az vagyunk. Bálintovics, évi 8-10 milliót keresünk, azt a kurva. Na. Csak nem találjuk meg mi.
Na, tessék, évi 8-10 millióan troll elfaszint. Ennyi. Jézus Isten. Nem, fantasztikus. Ferbinek igaza van egyébként. Tehát a média hozzá nem értése az valami óriási egyébként. Én nem tudom. Te pereskednél, Evelyn Black? Fura egyébként, hogy nem szólnak. Egyébként alapvetően nem kell szóljanak. Tehát ugye... A YouTube, a YouTube ugye az egy nyilvános média forrás. Elméletileg ugye nem a... Tehát a videó nem a miénk. Igen. Amit elkészítünk, hanem a Google, és innentől kezdve nem kell szóljanak. De alapvetően egyébként nagyon érdekes az egész hozzáállás, hogy ilyen beletehetik egy műsorban nélkül, hogy szóljanak, vagy megkérdezzenek, hogy amúgy nem gáz, hogy benne van, stb. Stb. Furcsa. De hát ez de van. Ugye látszott, hogy másokkal interjút is készítettek. Nem adtunk volna úgyse interjút, csak a... Na. Hát van, aki ad. Van, akinek ez fontos. Aki interjút, az nagyon szeretné, hogy nagyon mája büszke legyen rá. Igen, én benne voltam. Aki nézi a tévét. Halló, látta a tévét? Igen. Hát a benne. Nagyi, hello? Hello, Nagyi. Itt vagyok a tévében, bassz meg. Beszarok. Süti lány, köszönjük szépen a feliratkozást. Zuzzancs, betéptek élőben, vagy miért lesz mókás kappa? Mert olyan mókás kedvünkben vagyunk. Van ilyen, Zuzzancs. Köszi szépen. Hunter, köszi szépen, jó reggelt neked is. És Aquila, Pisti teste egy másik dimenzióba emigrált. Így van, és még mindig ott van. Egyébként én is azt éreztem, annyira rámentek el a pénzre. Az egésznek ez volt a lényege. Minden média tartalom, ami az online tevékenységről folyik. Nézzétek meg a külföldi témát, nézzétek meg, mit csinált a PewDiePie-ja, bla bla bla. Minden csak és kizárólag a pénzről szól, ami egyébként nagyon durva. Ja. Tehát ugye tulajdonképpen az a pikantériája és a vicce az egésznek, hogyha nagyon mélyen belegondoltok, hogy a média most kezdi el felkapni ugye magát, a YouTube-ot, mint platformot, és a YouTubereket, mint média szereplőket, amikor a YouTube olyan szinten hanyatlik pénzügyileg, ahogyan. Ez a mókás egyébként az egészben. Nagyon-nagyon félelmetes, hogy tulajdonképpen ugye a YouTube bevételeknek gyakorlatilag a széttördelése, ami most zajlik az online platformon, ennek ellenére most kezdi a tévé, tehát innen látszik, hogy olyan szinten függjük sincs erről, hogy az valami félelmetes. És szerintem ez egyébként nagyon vicces. Szőlőcukor, neked is teljesen igazad van. Tehát ti, akik tudjátok, hogy miről szól az online média, mi, akik tudjuk, miről szól az online média, egy ilyet meghallgatni egyébként a legnagyobb vicc a Földön. Tehát, hogy valaki olyan szinten nem tudja, hogy miről beszél egy műsorban, az valami óriási. Az valami óriási. Az volt igazad van. Kine? Ez a lényeg. Én sírva rögtem, amikor megláttam a B-vacsot, és benyomták a zenét, meg mindent. Ha ott nyomtuk, az kurva jó volt amúgy. Én nem láttam, nem tudom, mi van. Vemgád, Morgan Freeman a Velencei Tóról, sajnos ma már megyünk haza, de megemlékezem rólatok is. Sajnos nem látszik rendesen, de a felirat a VR. Hol a faszba? Megvan az egér. Vártok, megnézem, mit küldött Mr. Vemgád. Kiraktad a sakkból! Wow, man! Köszi szépen! Állat! Állat! Majd tedd fel a fórumra. Aquila, úgy látom, hogy valami mocskos durva Daily Factet tolt be. Jesus is Christ. Úgyhogy ezt most elolvassuk. Tokióban épült ki a világ legfejlettebb biciklitároló szolgáltatása, az EcoCycle. A Giken nevű japán cég által kifejlesztett megoldásban egy automata robotkar süllyeszti a kerékpárokat a föld alatti silókban lévő tartórendszerbe. A 11 méterre a föld alá nyúló tárolót a rendszer kifejlesztői szerint jelleg ellenére viszonylag egyszerű, két hónap alatt kiépítető és átépítés esetén a meglévő létesítmény újból szét is lehet szedni. Fú, de durva, és ez videó is? Van videó is. Jesus! A sírőszerű oldalfal cölöpökhöz hasonlóan leszúrható oszlopokból áll, melynek belsejében spirálszerűen helyezkednek el a biciklitároló állványok. A létesítmény tetején a bicikliket automatikusan leeresztő robotkar dolgozik, amely összesen 200 darab kerékpár számára tud helyet biztosítani úgy, hogy a felszínen csak minimális helyet foglal el. Ha pedig ismét szükségünk van a bringánkra, alig 10 másodperc várakozás után már tekerhetünk is újra vele. A föld alatti biciklitáról azért volt szükség, mert Tokióban már annyi biciklis közlekedik, hogy szinte már megoldhatatlanná vált a kerékpárok tárolása. Az EcoCycle kifejlesztői szerint a megoldás tökéletes védelmet nyújt a biciklik számára, akár hideg, akár forróság vagy csapadék ellen. Mert mi a faszom, megmelegszik. Valamint a tolvajokkal és a vandálokkal szemben, ezt értem. A faladórendszert és a tárolósírót egyaránt felszerelték digitális kamerákkal, így bármilyen problémáról azonról tájékoztatnak az üzemeltetők.
Érdekes. A videó az azért baszóbb. De köszi Aquilla. Kösz a videó, de baszó. A mocskos bicikli tárolóját neki. Hogy úgy mondjam. Milyen a szép jó reggelt? Nem igaz? Gondolatolvasók vagytok? Na mindegy. Ez meg ilyen önmutogatás. 2 éve 70 kiló voltam, gamer étel akaratom kívül mínusz 8 kiló. Jobban én vagyok, bal oldalam meg egy pocok. Ó. Fuck yeah, Bianca. Na. Jesus. Nem semmi. Paprovi, jó reggelt, köszönöm a tegnapi streamet, szuper volt, megint alakítottam. Az biztos, Paprovi. Nagyon durván toltad. Temi, köszönjük szépen a feliratkozást. Kadri, köszönöm szépen ezt a linket. Ha még nem látogattátok meg a retek.hu-t, okvetlenül. Sziki, ebben is igazad van. Igen, és Rip Totti. Igen. Pont Janinek mondtam, mielőtt átírtam a stream címét, hogy a tegnapi streamnek nagyon varázslatos címe volt. Ugye már eleve az volt, hogy valaki megdöglik, és hát meg is döglött. Oké, Devil Fruit. Farkas Bálint. Ez meg mi? Yes. Jani vagyok. Van ilyen. Te faszomat az RTL-be, bazd meg. Kurva RTL csinálta ezt is. Ezt is ők nyomják. Jani vagyok .hu-t. Szponzoráltam, akárnyszor rákattintatok. De a Jani vagyok Twitch csatornát is beregisztráltam el valaki, pedig én akartam, de... Azt tudnotok kell, hogy akárhányszor rákattintatok a Jani vagyok .hu-ra, meghal egy cica. Ez így van. Szevasztok, srácok. Üdv, jó reggelt mindenkinek. Na szóval... Az úr, nem háborog itt senki az RTL miatt, csak kicsit megmosolyogtuk a dolgot. Én igazából azokat sajnálom a legjobban, akiknek ez számít. De komolyan. Tehát akiknek számít az, tehát ez bármit jelent. Ez semmit nem jelent. Az égvilágon. Ha benne akartok lenni a tévébe, menjetek ki a főtérre és toljátok le a gatyátokat. Ennyire nehéz. Ja. Benne lesz a híradóba. Én ezt küldöm szeretettel, mert átérzem a fájdalmat. Anandúria, milyen fájdalmat? Amúgy az egészség egyében lehetne reggeli torna a happy hour-ben. Na még csak azt kéne, hogy azt nézd, hogy ilyen tornázok. Köszi szépen, állat. Én nem adnám ki a reggeli tornát. Mármint hogy érted? Kurva jó lenne amúgy. A reggeli torna? Igen. Tudod, ilyen Deep in the Forest lenne a háttér, ilyen bambuszok, meg minden, és akkor nyomnánk. De így green screen-nél? Persze, ilyen gagyi. Ja. Néha, hogyha beleérünk green screen-ban. Ugye elborulsz? Hullámzik a bambusz. Igen, ez kurva jó. Na mindegy. Jani joga. Eszetekbe jutott a Quilla, eszetekbe jutott a Duraviz Dive bemutató? Hát az a Duraviz Dive, az milyen durva volt be az meg? De komoly volt. Beszarás. Vissza a bögrét? Suminó, mostanában nem szoktam itt már kávét inni. Az otthoni kávé úgy gondoltam, hogy elég a vérnyomásomnak, de egyébként lehet, hogy vissza fogok szokni rá. A ninja joga az durva, de a joga az Janival az igazi. Jani joga? Legalább nem kéne kínlódni a szél effekttel. Mit? Jani utána nézette a szállításnak igen, külföldre, a kérdés. Igen. In progress. Még mindig in progress. De már nagyon közel van a megoldás, úgyhogy... Szólunk! Abban a pillanatban szólunk! Nem csinálunk reakció videót a fókuszra. Nem. Biztos, hogy nem. Srácok, no. De vicces, hogy a webshopon ki lehet választani a szájt, vagy az ország közül az elefántcsontpartot. Bazd meg. Oda is küldünk egyébként. Hát, hogyha elefántcsontpartra akarom, akkor oda? Ez igaz. Geci. Ez igaz. Na mindegy, szóval in progress. In progress a külföldi szállítás. Arról ennyit.
Fogócskázzunk a szobába. Hogy mit mondtak rólunk a Retek klubban? Azt, hogy bloggerek vagyunk, közvetítjük a nyaralásunkat, és geti sok pénzt keresünk. Így néz ki egy olyan ember. Hello. Pisti vagyok. Olyan sokat keresek, hogy reggelente hányok. És a nyaralásomat blogolom. És benne vagyok a tévébe. Ennyi. Baszki Pisti. Best. És nakatomi plázás pólóban nyomod, érted? Én. És gondom sincs az életre. És mi volt még? Anonim bloggerek klubja. Anonim bloggerek klubja, igen. Tegnap óta a KFT-n vagyok. Tegnap óta nem blogolok. Pisti vagyok. Hello. Igen. Évek óta nem blogolok. De most megjött az ingerem. És ott van! Ott van! És játszok, és látszok is. Látszok is, igen. Ez van. Na mindegy, ennyi a tévé. A tévé szerint ezt csináljuk. Erre most nem tudok mit mondani. Nekem DJ Matyi volt a kedvencem. DJ Matyi? Hát hogyne. Az mi az? Hát azzal kezdődik a report. DJ Matyival? DJ Matyi. Az ki az? Best, baszk. De az ki? 10 éves, aztán 10 éves kisrác, ki DJ-skedik, ott van rádiózik 024. Jaj, az a, jaj, tudom, de tudom, tudom, tudom. De azért kívül kurva jól nyomtam. Tudom, 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 tudom ki az, tudom, én nem tudom, hogy ez a neve. A digitális benszülött. Az volt. DJ Matyi. Így nyomta. Tehát szerintük mi vagyunk a Z generáció. Holott a gyakornokoknál azért idősebb vagyok, akik ott dolgoznak. Na de mindegy, ez van. Érdekes témakör egyébként. De mi a Y generáció vagyunk? Nem, szerintük mi a Z generáció vagyunk. A Z generáció az... ez kizárt, hogy mi a Z generációk legyünk. 96-tól kezdődik a Z. Szerintük hol igen. Hol a faszba vagy mi a... Nem, kamu. Igen, a 85-95 közöttiek az Y generáció, szerintük mi a Z vagyunk. Ezek hülyék. Akkor. Alig várom a riportfilmet. Rólunk. Két dagadt 16 éves baszakszik otthon, és nagyon sok pénzt keres vele. Éljen. Na mindegy, nagyon rossz ez a megítélés, igazából ezért nem is nagyon foglalkozunk vele. Nagyon fiatalos vagyok, én vagyok a legfiatalosabb. Elkérik a személyemet, mikor kenyeret teszek akkor is. Hát... Nagyon durva. Szóval nem tudom, hogy miért ilyen rossz a felfogás rólunk. Vagy hogy miért táplálják ezt a gyakorlatilag az országban. De az is biztos, hogy valakinek érdeke az, hogy ezek a tartalmak a televízióba kerüljenek, vagy nekik nincs miről beszélni, de maradjunk inkább a lényegi résznél. Szóval nem tudom, hogy kinek érdeke az, hogy a YouTube mint olyan a tévében menjen, de ez a legrosszabb dolog egyébként a platformon, ami csak történhet. Olyan embereknek hívja fel a figyelmét az egészre, akiknek semmi közük hozzá, és ez rettentő rossz. Én úgy érzem, hogy az online médiát egy bizonyos szinten el akarják venni az emberektől. Nagyon sok mindenki az online médiát egy kicsit azért érzi a sajátjának, legyen az YouTube, Twitch, vagy bármi ilyesmi, mert egy kicsit a másabb annál, mint ami mindenkinek van. És ugye ez a fajta különbözés, az az érzés, ami miatt nagyon sokan szeretnek itt lenni az online médiában, és pontosan mi a fasz csinálsz? Igen. És ez az, amit el akarnak venni tőlünk, ami nagyon rossz, de ne úgysem fog sikerülni. És mi a legszebb az egész dologban? Na? Még legalább 10 év, amire megtudja Magyarország, mi az a Twitch. Ja. Legalább 10. De hogy nincs? Nincs. Hát majdnem 9 volt a YouTube. De olyan hamar, de most már sokkal hamarabb. Befejlődik az egész. Bekötötték az RTS internetet? Az durva. Nem, mert hamarabb el lehet magyarázni az embereknek, mi a Twitch. Ugyanaz, mint a YouTube, csak... Ugyanaz, mint a YouTube, csak élőben blogolnak. Élőben blogolnak, pontosan. Ezt kell mondani? Ja, hogy ez!
Sirazda, tényleg nincs témájuk, mikor ott voltam gyakornak, kiküldtek egy stábot a János hegyre, hogy csináljunk felvételeket a smogról. Nézhet még élőben, hogy szárad a festék. Azt a kurva. Várjátok, csak olvasok. Hát, The Martin Stark, megmondom őszintén, erről már beszéltem nektek. Engem borzasztó módon felháborít egyébként a mai világban, legyen bármilyen része az életnek az, hogy mennyi helyen dolgoznak olyan emberek, akiknek semmi közük nincs hozzá. Mert sajnos ez így van. A televízió is egy jó példa erre. Olyan emberek dolgoznak ott, basszus, akiknek az lenne a dolguk, hogy utána járnak annak, amiről beszélnek. És még arra is dusták. Az is egy ugyanolyan munka, mint bármilyen eladói állás, vagy akármi. Azért ezzel éltem, mert én is azt csináltam, most nem ez a lényeg. Felkelnek reggel, bemennek. Na, azt ma mi lesz? Hát nem tudom. Bassza meg. Nem, hogy a Fókusz 7, azt nem tudom mit mondani. Tegnap néztem a YouTube-ot, geci. Hát akkor berakjuk azt. Megcsináltuk a videót helyettünk. A kurva életben. Ott áll Izi néni, mondja. Én nem mondom, nem láttam a műsort, ez a baj. Ahogy bejelentik, tudod. Fiatal kis köcsögök online. Millió pénzt keresnek a kurva anyjukat. A rosszabbak, mint a politikusok. Nézzük meg és köpködjük őket együtt. Oké. Okay. És kész a műsor. Ja. Ez egyébként teljesen igaz. Azt mondja, hogy Duál, köszönjük szépen a feliratkozást, Anandulja, szerintem amúgy küldjétek el nekik a New Era Vodok linkjét, csak úgy mihez tartás véget. Amúgy lehet. Peking a csatot, igapinát azért nem láttad a csetem, meghalt. Mármint a karaktere. Tényleg, Bacsika? Hát durva lehet. Én nem tudom egyébként, hogy teljes az élete valakinek, hogy úgy dolgozik, hogy azt se tudja, mit csinál. Nem is értem. Szerintetek sokan vannak így? Ez egy érdekes témakör egyébként. Ice Cream Soldier, nem tudjuk elmagyarázni nekik. Hogyha elmagyaráznánk nekik, hogy miről szól az online média, abban nem lenne műsor. Zsír devil fruit. Nagyon sokan. Ugye, Sodró? Én nem tudom. Én is láttam egyébként például az IT világban nagyon sok mindenkit, aki úgy dolgozott egész fiatal korában, hogy gőze nem volt róla, hogy mit csinál. Ez amúgy... Szikély, picit dolgoztál az IT-nál, és ezt meg tudod kérdezni. Jogos. Sokan vannak így, sokan vannak így. Én nem tudom. Igen, Yuri Renegade, ti is mondjátok. Igen. Nagyon sok esetben előfordul ez. Nem csak arról van szó, hogy ugye maga a szakma, amit végez, ugye így nem feltétlenül elégséges, mint olyan. Tehát, hogy a munka, amit végez, gyakorlatilag értékeltetlen ennél fogva. De annak az embernek hogy teljes az élete, hogy egy olyan munkát végez, amiről nem tudja, hogy mi. Nem tudom, én valahogy nem tudnék így élni. Igen. Jogos. Doni Elfnek igaza van. Mi se értünk ahhoz, amit csinálunk. Azt mondtuk vlog, de kiderült, hogy nem is az. Ja. Mert hogy blog. Igen. Jesus. Pixel Daily Fact. Hamarosan hazánkban is kapható lesz a fekete fagyi. A klasszikus csavaros fagyik formáját vette fel, az íze lágy, teljes vaníliás, csokis, kókuszos egyveleg. A fekete szint nem mesterséges színezékkel érik el, hanem az étkezési aktív kókuszszénnel színezik. Az édességét sima cukor helyett egy mézhez hasonló szirup, az almacukor kivonat adja, természetesen a tölcsér is fekete és cukormentes. Szabolcs, Szatmár, Bereg és Veszprém megyében lesz először ez a finomság, és itt a link. Wow, man! Fekete fagyi. Fúj! Te kóstoltad ezt a fekete burgert, Jani? Nem. Még én sem. Nem tudom milyen, de a fekete fagyit biztos megkóstolom.
Mónas Ádám mondja, hogy Budapesten már egy csomó helyen van. Szitfagyi. Yes, man. Azt mondják, nagyon finom a fekete burger. Aquila mondja, hogy van fekete fogkrém is. Na, én azt nem. Én azt cipőkrémnek ismertem, de hát kinek mi? Pepsi, a Don Pepsi-ben ne egyél hamburgert. Nem jó. Ja, tényleg, itt Debrecenben a Buriburiba is van. Black Burger. Tényleg? Jap, érdekes lehet. Sok szerint van fekete bors is, például. Fekete bors. Én nem tudom, de amúgy mitől olyan izgalmas? Tehát ettől izgalmas egy étel, hogy fekete? Van így, van ez így. Na, de mindegy. Ó, hagyj festék, hogy nem tudták a számítógép szerelőzőből, hogy mi a különbség a 32 meg a 64 bit között. Vannak olyanok, jó, ilyenekből egyébként iszonyat. Tehát én nem jártam még életemben számítógép szerelőzőben. Életemben egyszer küldtem vissza egy laptopot, még nagyon-nagyon régen, inverter cserére, azt megcsinálták. De jártam már olyan helyen, ahol volt szerviz, és így mondták, hogy bármit meg tudnak csinálni. Mondták, hogy olyan gyorsan újra rakják a Windows-t, egy nap. Behozom, másnapban jöttek is érte. És mondom, csókolom, és hogy tetszik újra rakni a Windows-ot? Hát, hogy bejönnek, az újra rakják. De mondom, milyen Windows-ot tetszik rárakni? Amiért kérek. Mondom, azt mennyi ez? 3000. Mondom, a Windows, vagy hogy újra rakják? Hát, hogy újra rakják. Mondom, de hol a Windows? Hát, hogy hol van? Hát, mondom, hogy lesz rajta? Hát, hogy rárakják. Mondom, azt mondod, hogy 3000-ért raktok Windows-t a gépemre? Ne. Ők újra rakják. Mondom, azt, ami rajta volt? De mondom, ezen gyári Windows van, jó napot. Azt mondja. Hát ők újra rakják. Mondom, a gyári Windows-t. Igen, nekik van mindenfajta. És a csávóval beszélgettem egy olyan 6-7 percet, és nem tudta felfogni, hogy én mit akarok kérdezni. Érted? Ott kérdezgettem a szakítól, hogy ti most ilyen tört Windows-ot raktok a gépre 3000-ért, bazd meg, úgyhogy ez enyém, mert eredeti volt. Csak nem mondta meg pedig, de... Na mindegy, ez egy szerviz és bolt, ami Magyarországon működik. Na mindegy. Lehet, hogy én vagyok a hülye. És úgy biztos, mert ugye mindig én vagyok a hülye, de na mindegy, a szakértő megmondta. Ők úgy rakják a Windows-be, azt meg rá sem fogok ismerni. Olyat raknak rá, mit mondok. Érted? Nem szórakoznak. Ez ipodrak. Az alfa generációt, akik 2005 után születtek, digitális benszületnek nevezték a riportban. Hát beszarás. Tényleg? Én azt hiszem, ezt te találtad ki. Nem. Hát így, ez volt az egész riport címe, hogy digitális benszülött. És ezt hogy kell érteni? Hát, ezt, mert már ők abban születnek bele a digitális világba. És digitális benszülöttnek neveznek? Digitális benszülött, persze. Hogyne? Hát, hogyne? Hát akkor te meg egy fasz vagy. Szerintem. Te vagy a digitális benszülött. Az, aki mondja. Ja, igen. Hát bazd meg. Mi az, hogy digitális benszülött? Én nem tudom, és ez vicces. Én nem tudom, bazdik, de... Mauninak saját YouTube csatornája van. Kinek? A Mauninak. Milyen Mauni? Hát... Mónika? Mónika. Beszarom, bazdik, azt mit csinálnak? Zselé vagyunk rá. Ez a YouTube, bazzeg! Na jó, hagyd abba! Na, Zipodrak!
Köszönjük szépen. Bianca, ez meg egy sztori, nem verses. Szeretnénk, ha felolvasnátok, és nincsenek ellenőrizték, hogy nem buzis. Tényleg nem buzis, de ne akasszatok fel. Most félbe rákattintok erre, Bianca. Oh-oh. Bianca, nem tudom, hogy mennyire fog csatlakozni. Kajakra mondom. Móni nyúlkás elébe, bassza meg. Ez van. Ideg állapotba jöttem. Nem tudták kielégíteni. Kajakonan a gyerek. Na jó, ez elment. Valamerre elment. Rád fekvésben volt benne a csenge. Tényleg nem is mondta, hívtak minket megint egy tévéműsorba, Pisti. Melyikbe? Vannak azok a, nem akarom elmondani a nevét, vannak azok az amerikai műsorok, amikor tudod, ilyen gumi pályát építenek ki, és akkor tudod, végig kell menni ilyen ügyességi cucc, egy olyanba celebekkel. Mondták, hogy so much money. Mondtam, hogy fuck you. Ez pontosan így történt. Az ilyeneket nem kell megbeszélni. Le se szarnak. Nyugodtan mondd meg neki, hogy fuck you. Ennyi. Ez van. Mindegy. Szóval, Bianca, ez egy sztori, amit szeretnénk, hogy a megjelöltnél felváltva olvassátok, és megbízható források lenőzte, hogy érzelgős, de nem buzis. Mi? Pisti. Nem mondod azért, hogy ezt én olvassam fel? Vagy mi? A megjelölt, gondolom. Hát gondolom. Na figyelj, mert Bianca mondta, hogy ezt leellenőrizték a ninjanok, és ez egyáltalán nem búzis, amit el fog hangzani. Na. Yes, oké, okay, ez vagyok én. Hogy hogyan ismertük meg egymást, és hogy kezdődött ez az egész? Hangzik el újra a szokásos kérdés, amit vagy ezerszer elmondtunk, mégsem tudja senki. Akkor boncolgassuk újra. Szóval úgy kezdődött, hogy egy helyen kezdtünk el dolgozni 2013. május 1-én. Én már majdnem 6 éve dolgoztam ott, mikor ő felbukkant. Egyből szimpatikus volt az ipse. Oda mentem hozzá, és beszélgetni kezdtünk. Mesélte, hogy az egyetemen informatikai karon hallgató. Hamar el is jutottunk arra a pontra, hogy a blogolásról kezdtünk el beszélni. Nem bírom rövés nélkül. Átkanyarodtunk a tech vonalra, dumáltunk sok nagy címről, és mikor kiderült, hogy mit kell te rajongasz Oculus Riftért, tudtam, hogy jól kijövünk majd. Ez az ember mióta létezik a csatorna, és még azelőtt is mindig ott volt mellettem, mind a horror játékoknál, mind a Rage Game-eknél, és tartotta bennem a lelket. Hogy ő mit köszönhet nekem, fogalmam sincs, de majd remélem egyszer elmondja. Amikor durván szóltam hozzá egy játék közben, perceken belül megbántam, amit mondtam, mert valójában sosem akartam megbántani. Igen, én vagyok az, aki érzelgősebb, és igen, nekem nem esett jól, mikor ő mindenkivel akar csatornát, csak velem nem, de szerencsére erős ez a gordiuszi csomó. Hogy mi az a gordiuszi csomó? Én és a barátom, akarom mondani, a legjobb barátom, a lelki társam, a testvérem, na ez a gordiuszi csomó. Akarom, akármi bajom van, mikor megérkezem hozzá, próbálja feldobni a napomat a fasságaival, poénjaival, amiért sokszor leszólom, de valahol belül nekem is tetszenek, és értékelem a humorát. Tehát ez a történetünk, most pedig ezt olvasom, és ez a csodás, ám bár néha bolond ember, aki már 5 éve elfogad, és bármit mondok vagy teszek, akkor se tagadhatom, egyik legfontosabb személy az életemben, itt ül mellettem, köszönök minden társam, Mr. Jani. Tudom, hogy te írtad Pisti álnébe ezt. Csak itt szóval. Jani, gyere be. Itt vagyok. Most jön a te részed. Hogy? Hát van te részed. Ne bassz már! Úristen! Én azt hittem, hogy te nem lesz jobb ez a reggel. Ez a reggel, ez egy a leg... Ez a leg... Baszki, Mónikát néztem, hogy elbeszolsz egy fűnyíróba tornászik, basz meg.
Főnyíróban tornázik Mónika, bassz meg. Erre videót kell csinálni, na mindegy. Én mondtam, hogy ez egy mókás epi hour. Na, várj egy kicsit. Azt mondja, Jani, megismerkedésünk pillanatát én sem tudom másképp elmondani, viszont a háttérben történő dolgot igen. Ez már nem bírom. Bianca, nem tudom, hogy szántad ezt. Mi nem akarjuk ezt elkomolytalankodni, de komolyan. Komolyan nem. Az, hogy folyamatosan piszkálom, nevetettem annak is, mint mindennek oka van. Tudom, hogy minden magában vezet le, és pont ezért próbálom feldobni a napjait. Bármennyire is az látszik, hogy ő a keményebb lelkiekben, ő szorul jobban a barátaira, akkor is, ha ezt nem vallja be. Én sem vagyok mindig a nyugalom szigete, csak ezeket a dolgokat máshogyan vezetem le. Sohasem gondoltam volna, hogy lesz egy ilyen ember, és egy ilyen közösség, akik közé tartozhatok és tartozni szeretnék még sokáig. Nem fogom tudni kifejezni magam, de ez van. Eljön majd, mikor Pistivel egy elektromos fulltech mindenes hintaszékből 80 évesen az unokáinkkal toljuk a heti vlog 2860-at, és visszagondolunk, hogy hány generáció nőtt fel velünk a sajátjainkkal együtt. Ez viszont már a jövő, amiket szeretnénk. Mi van? Hát ez viszont már a jövő, amit szeretnénk. Igen. A jelen viszont még ránk vár, a múlt pedig minket igazol. Sok mindenre mentünk át veletek és ketten, a tény pedig, hogy ketten vagyunk az egész világgal szemben. Nehéz. Egyre nehezebb, de mi kitartunk. Eddig is kitartottunk, most is kifogunk ketten, válnak vetve veletek. Informatikát tanultam, szerettem fényképezni, és nem tudtam, miért ezt a pályát választottam. Most már tudom. Ez az én utam, a testvéremmel, a barátommal, a társammal, Pistivel egy gordiusi csomón át. Hashtag... nem tudom. Ennyi. Vége. Köszönjük szépen. Köszönjük, Bianca. Ez ilyen... A vége full homo. Hát, ez ilyen fanfiction? Vagy mi ez? Nem tudom, de mi azokban nem menjünk bele. Tudom, a nyúlánál meséltek olyanokat, hogy én beszarok. De ennek örömére mutasd meg, Mónika, hogy tornázik, basz ki a fűnyíróba, bécsébe bepukszalni. Érte, viccesebb nincs a világon, mondom. Nézd már meg, bepukszalni. Hogy van ez? Beszarsz. Erdély, Mónika. Felmenjünk a YouTube-ra. Menjél, mutasd. Mit? Ez. Ilyen nincs. Az első találat, geci. Be fogtok fosni, mondom. Ez... Melyik az? Az első videója, azt hiszem. Ez? Nem, nézd, menj a videókra, menj a videókra. Igen. Ott a fűnye, nem, ez az. Oda néz. Azt nézd meg! Készülj fel, Pisti, be fog fosni. Váltsát, itt oda tekerek. Várjál már mindjárt. Nem, ott, ez menj. Itt, aha, igen. Ott kezdődik, itt, igen. Ez az. De várjál, lenémítom, mert jó, jön az RTL mert a klub. A jogvédett. Jön az RTL klub, azt megbassza. Figyelj, Móni, ezt figyeljétek. Oda nézzetek. Tanácsadás, figyeljetek. Oda néz. Hogy kell füvet nyírni, srácok? Így kell füvet nyírni, figyelj. Móni megmutatja. Hát mi a jó Isten csinál, basz meg. És miért egy fűnyíróval? Ez mi? Ez kész. Mauni, ő tudja, baszki, figyelj, hogy beállt. De miért kell ez mi? Wow, hogy beálltotta azt a kurva. Megdöglök, baszd meg. Hol néz, hogy kell? És így lép, és ő is rög. De jó, de vicces. Milyen balé, ők mutogathatnak minket a tévében, mi nem mutogathatjuk őket. Ez kész, nézzétek, hogy tolja. És úgy lép. De hol jöttek ezek füvet nyíni? Nem! Over! Nem! Ez nem! Móri, ez nem bírom, basz! Móri, szedd össze magad, baszik! Hát, ez kész. Ezt nem tudjuk, hogy ezt kell csinálni a YouTube-on. Komolyan mondom, hogy csinálni. Mostanában miért streameltek annyit Twitch-en? Nem tudom! Ez jogos kérdés. Mi a faszért nyír egy mezőt amúgy, de ez van. Ennyi, bazd meg. Ennyi, Móni tudja. Várjatok, már lemaradtam. De nagyon.
Midlefty, egy kibaszott digitális barlangfalra rajzolt laptopot szorongató ősemberek vagyunk. Ez van Midlefty. Vömgát, egy-két komment előtt látva itt, a benszülött nem túlzás. Chitus Wright, Hali, jó reggelt mindenkinek. Jó, minden napot happy hour-ra kezdeni. Happy hour-ra kezdeni. You know? Yeah. Köszi szépen, Chitus Wright. Gizmo, sziasztok srácok, szeretném ezt a kényelem és a minősítés... Mit? Ez a kényelem és minősítésen tartalomgyártás arra az időre vezethető vissza, amikor még úgymond monopóliumot élveztek a méredreg a felszerelés miatt. Manapságunk már pár százezer fönnben van felszerelés, csak munka kellene hozzá, meg kreativitás, ami nekik nincs, mivel sosem voltak rászorulva igazán. Gizmo, tök igazad van. Ferbi, köszönjük szépen, van egy gyümölcs, a Black Sapot, yes. Mely egy datoja szilva. Különlegessége, hogy csokoládé puding ízű. Dél és Közép-Amerikában honos, 25 méter magas és örökzöld. A gyümi 5-10 cm nagyra nő meg, négyszer annyi a C-vitamin tartalma, mint a narancsnak. Wow! Mi a szar éreszünk, akkor ilyen narancsokat, baszki? Mert a faszom megy Dél-Amerikába, érte azért? Csokoládé puding íze van, nem érted? Ez miért? Hol lehet ezt venni? Kevés van belőle, ja. És éheznek. Na, ez igaz. Érted? Segíte, küldjék neki a segélyt. Adatoljának. Hát kihal. Érted? Kihal a datolja, bazd meg. Zuzzancs, örüljetek neki, hogy nem úgy mondták be, hogy ez a két debreceni meleg srác. Na, az érdekes lett volna. Ez is kitelt volna tőlük, haver. Latyak, jó reggelt, srácok! Jani, benne voltál az álmomba. Ajjajjajjajjajjajj. Újjajjajj. Kígyó csípéstől lufira dagadt kézzel mentem el veled iPhone 8-ot. Az mi? Mi van? Hogy mire megkérdezted, hogy tigrisestok van-e hozzá, elsötétült minden. Utóirat grat az elért sikerekhez, kitartása továbbiakhoz. Köszi, latyak! Na ez azt álom! Háttér meg nyomta Bóni a fűnyíró. Baszd meg! Nagyon kemény, Mamutkan, digitális fact. Van egy weboldal, ahol élőben lehet hallgatni a rádióműsorokat a világban bárhonnan. Igen, az kurva jó! Kibaszott jó. Vannak még sztorizós és történelmi adások. A hozzánk legközelebbi történelmi adás egy 77-es csehszlovák adás. Wow! Idrajnak köszönjük szépen a feliratkozást, Aquila Feel the Power. Yes, man. És... Tmskvi. Tamáski. Köszönjük szépen a feliratkozást. Levi, retek vers. Jesus. Évente 10 milliót keresek, erre feltékenyek egyesek. Blogjaitokat azt imádom, azért még gödörből is kimászom. Keverem az X-et, nem baj Y. Retek torkán nyomnám le a szigonyom. Hashtag VR, hashtag retek. Na még azt kiteregetek. Kiteregetek. Na megy, na meg én azt na kiteregetek. Na melyik azt kiteregetek. 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 Jani, ez az egész kezd úgy kinézni, mintha ittunk volna reggel. Pont úgy néz ki. Pedig nem. Nem. Pedig nem. Levi bazzeg. Mi a kurva élet? Próbálod leszel a nyelvi képességeinket? Köszönjük még szépen. Az kiteregetek. Várjál, mert az volt. Na. Szóhasználat mit jelent az, hogy debrői? Van egy ilyen topika fórumon. Ez nagyon fontos. Öröki. Járjátok utána. Egy tigra versen lemaradtunk tegnapról. Azt a szomban az várjál. Hol találom azt meg? Egy csak ott van. Kattints oda, úgy ná... Ó, és ez hozzá van így, így csatolva. Na, igen. Legyen bebaszós live, azt mondja Bálint. Bebaszós. Az egy debreceni gyereknek az érdeme. Nem kell bebaszós live, elég Móni. Gyertek, berakjuk Mónit. Ez vége van. Mindenkinek van egy triggere. Az enyém a fűjeti. Az a videó, bazd meg, az... Azt, aki kibírja. Vannak ezek a try not to laugh challenge-ek, tudod? Hát, hogy be... Vagy, várjál. A kis teknős? Nem. Kibírom a nevetés nélkül videó. Ja, igen. Mert ugye ez így jobban hangzik, nem? De én nekem a kis teknős is oda meg triggerel. Az is durva. Amikor a kézet, aki megkalom. Na de mindegy. Szóval az a lényeg, hogy, hogy a fűheti az oda basz. Én nem tudom, miért nem azt használják. Én sem. Egyik Try Not to Laugh Challenge-ben se láttam, pedig az oda basz. Az a best, igen. Az odabasz. A teki is nagyon durva. A teki is kemény amúgy. Meg én a izén szarok be. Na mi? Azon a lámán, amelyik köp. Azt nyomja neki a szemege. Oda murultak. Ezt nyomja. Nézzük meg. Az is kurva jó. Tigra, bocs, egy picit még késleltetjük. Azt meg kell nézni. Az a videó best ever. De várja, várja. Mi az? Mi az? Azt ki, fasz tudja. Várja.
Várjál. Azmo, ismerem azt a videót, nem szabad rajta nevetni, de senki nem írja. Ez egy Angry Goat és a másik. Angry Goat. Angry Goat. Ez kész. Ez a legbaszóbb. Hogyne? Hát ők hallják. Én hallom a fejemben. Jó. Itt van az Angry Goat. Nem ér neki. Ez? Ez, srácok, ez másfél perc. Aki ezen nem húgyazik be, bazd meg, az nem ember. Én ezt nem bírom én sem. Elnézést a minőségért, ennél baszóbb nincs. Az Orito Mormonta is, igen. Az is, de ez a legbaszóbb. Ettől meghalunk, ez akármi van nézni. Na itt a csávó. Nincs hang! Hogy nincs hang? Hogy nincs, dehogy nincs. Hogy nincs hogy hang? Hogy ne lenne hang? Ne basszatok már. Tényleg nem volt. Várjál, bazd meg! Te, le vamos a preguntar a este vecino, ¿qué cree usted que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Granada? Oiga. Señor, que estoy hablando con usted, no me dé la espalda, hombre. ¿Qué pasa en su corral? ¿Qué es lo que... Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno. ¿Reciben ustedes alguna subvención del gobierno? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que...? Sí, ¿qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el... ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué es lo que está pasando con los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué es lo que pasa...? Vamos a ver, mire. Venga para acá, mire, vamos, por favor, no me dé la espalda, hombre, que está con usted. Venga para acá, mire. ¿Qué está pasando con el alcalde de Telde? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? Parece que dice Juan, pero no es Juan. Nem, ez ennyi, vége, srácok, ezt nem lehet kibírni. Na mindegy is. Láttál-e mi? A Dogma mi Spaghetti Vidit nézzétek meg, fél perc osztálytások a hetekig rögtünk, majd megnézzük mindenképpen. Nekem nagyon vicces volt, bocsánat, annak, akinek nem volt vicces. Go Gregi, good morning Steven and Johnny, ne aggódjatok, rövid, és nem is írtam két hete. A chatnek üzenem, hogy ne bántsátok Biancát. Senki ne bántja Biancát. Aquila, távcsöves foci apámból. Mi? Ad mi? Kattintsatok rá! Aquilának a linkjét! Ez mi a faszom? Mi a fasz van? Aquila küldte! Távcsőbe fociznak, baszom! Mi a faszom ez? Ez kurva jó. Nem. Ez egy komoly műsor. Nothing like that. Regi. Na. Go, Gregina. Ez a 101. happy hour, túl vagyunk a cél felén, tényleg meg lesz a 200, ez azért elég kemény. Négy verszakos rövid verset jöttem ide kenni, a francia akar Azmóval emiatt rosszban lenni. Két napig játék, bizony hosszú volt a hétvége, csak a modok várták, mikor lesz a rémálomnak vége. Azt terveztem, az egész live-ot ébren fogom kibírni, de végül kénytelen voltam néha azért pihenni. Jani VS Pisti újra töltve, az nyer, aki majd többet fogy, Bianca majd nehezíti a feladatot, tudom is, hogy. Olyan fánkot kaptok, hogy majd pluszat mutatom érleg, bár igaza van, hogy így arányosabbak vagytok tényleg. Aranyosabbak. Vagytok tényleg. Bassza meg.
Megújult a VR-shop, lett babzsák fotel és bögre, happy hour-os kávétól leszünk majd reggel felpörögve. Megyek már és csendben leszek, ne legyen emiatt hiszti, csak még annyit, hogy péntekre boldog szülnapot, Visti. Közi, Regi. Ilyen aranyos. Nagyon aranyos. Teodor, nézzétek meg, ha akartok, meg akartok Hanna rögéstől. Közi szépen, Teodor! Az a baj, nem. Várj. Nem, ezt majd megnézzük, Teodor. Ezt meg kell nézzük, ez kurva. Ne arra, hogy megnézzük mindenképp, de most már nem akarok több videót mutatni, mert az már nem jó. Szóval, a Tigra vers, tehát hogy ugye ez a napi élményekről szóló vers. Köszönjük szépen a gratulációt, Tigra. Bújtam a híreket így kedd reggelen, valami szépet és érdekeset kerestem. Megszületett a debreceni állatkertben az első kis tigris az idei évben. A kölyök a Darius nevet is kapta, megkapta, szép nevet adtak neki, az alkalmon kapva. Szülei nem éppen erős nevüket viselik, Miska és Róza, őket így emlegetik. Így jövök a tigriseket, hogy Miska meg Róza, na menj a faszomba. Nevének jelentése hatalmas és őrző, területét azonban nem sokáig őrzi ő. Egy év múlva másik helyre utazik majd el, egy másik állatkert lesz, ahol otthonra lel. Addig mindenki, aki megteheti, az állatkertben még megtekintheti, mielőtt elutazna messzi szép tájakra, behunyta a szemét, kicsit álmodozna. Lapulva kúszik a fűben, a zsákmányra vár, az ellenfele a prédája, akiért nem kár. Hatalmas harcosnak képzeli magát így, ő az, akire sok más állat irigy. Elrejti csíkos bundája a bozótban, sosem sejtetett, hogy éppen ő ott van. Kivárja a remek megfelelő alkalmat, és amint tud, hopp, már is támadhat. Azt képzeli ellenfele erős és hatalmas, az ő lépése, mozgása meg rugalmas, leteríti prédáját, beleválja a fogát, ahogy anyja tanítja neki, ne kimjeld a torkát. Minden erőt belead, fuss utána, üzd, menekül a zsákmány, az életéért küzd, vajon utaléri és leterítheti, koncentrál nagyon, láthatod remegni. Ezt látja az ő szeme, és mit lát a miénk? Apró csíkos teremtmény kerget egy tolpihét. Wow, utóirat? Ami Ferdén van, az a kis tigris álma. Érdekes. Köszönjük szépen, Tigra. És ugye a tegnapi lecsúszásomnál, köszönöm Pistének a tegnapi figyelmét, apró kis mondatom, a chatben meglesték, azonnal reagált, intésen megkapta, Tigra vers minden nap van, már te evatta. Nem tudok ott lenni, pedig ha tehetném, minden szép reggelen be is donételném. Pisti, azt kérném, hogy ne felejtsd el, pedig Tigra vers volt, van, lesz is, mint mindig. Közi szépen. Köszönjük, Tigra verset. De mi röhögtél ennyire, Jani? Mi jutott eszedbe? Azt se értem, mit mondasz, Jani. De mit mondtál? 48 órás live-ban a PUBG-val, ott megnéztünk egy videót, és vicces volt. Mert eszembe jutott erről a fociról most. A tárcsás fociról? Ugye nem az azmóféle kisfiús videó, azon nem szabad nevetni. Hát azon nem, de alapvetően... Kecik vagytok. Én amúgy meghaltam rajta, de mindegy. Köszönöm, Gál. Jó az a kép. Jó az a kép. Én nem gondolkoztam azon, hogy játsszak el PUBG-vel. No. Igen, Faram is tudja, hogy a vakfoci volt, azon nem szabad nevetni, nem. De geci vicces. Én sem nevettem rajta. Vannak ilyen dolgok. Én a zenén nevettem, amikor bejött a zene. Az annyira durva, amikor bejött az a zene, nem? Jani? Bence tudni akarja, hogy végigviszed a Life is Strange-et. Soha. Soha nem viszem még. Bence? Egy életre megjegyeztük a neved. 2107. Az fontos. Ez a születési. Most emiatt nem. Nem. Pedig még vittem volna, de most már nem. Nem. Elment a kedve. Tudod, milyen a mai világ? Valakit okolni kell. Te leszel az. Miattad nem lesz Life is Strange. Ez ennyi. Így van. Pedig milyen jó lett volna. Ja. Bassza meg. Leszállj, nem mutattam még a tigris pingvint. Bizony. Én nem tudom, mi ez a Life. Én nem tudom, mi ez a Life. Tióbél bácsi, Adi Endre, őrizem a szemed részlet. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezed, már vénülő szememmel őrizem a szemed. Közdi jó be, bácsim.
Nem tudom, mi ez a live. Ez valami olyan furcsa reggeli live volt, Jani. Ez most, fú... Ezt most én sem értem. Relikét, le fogsz iratkozni YouTube-ról? Miért nem tetted már meg? Várj, mondom, mi a módszer. Ott a kappa. De nem szabad fenyegetőzni. De ott a kappa. Úgy kérdezni, hogy már le vagy iratkozva. Ja, igen, tehát már leiratkoztam. Bírom, mondják, srácok, ez így tartatlan, ment az unszub. Ment az unszub. Te meg ott ülsz, ugye az önelégült blogger, az RTL Klub tetején. Nem vettem észre. Ez kurva nagy. De ez geci. Aderusz, köszönjük szépen a feliratkozást. Srácok! Srácok, nem tudom, mi, ez a, mi volt ez a ma reggeli live. Léci, ne vegyétek komolyan. Kicsit mókásra, kicsit össze-visszára sikerült. Reméljük, hogy nem ez lesz a példája a Happy Hour-nek. Egy útépés volt, de legalább jó kedvünk volt, na. De legalább jó kedvünk volt, meg nektek is jó kedvetek volt, és röhögtünk egy sort, ez nagyon fontos. Fogunk még röhögni egyébként nagyon sokat az év második felében. Ja. Olyan dolgokról, amiken nem kellene nevetni, úgyhogy erre készüljetek fel. Dr. Professzor, reggelyt, urak, nem vagytok dagadtak, de minden vállalkozónak nagy a bele. Én egyetértek a Retekubba készített kereseti besorolással, csak hát abból még lejön a mechanikus billentyűzet gyűjtemény. Ne feled, Pisti, a fogyasztói társadalom halom kappa. Igazad van, doktor professzor. Egészséges volt a mai live. Mónika volt a legjobb. Móka és vidámság. Aderus. Megköszöntük Aderust. Aderuszt meg? Baszki Aderusz, tényleg. Baszik, úgy látom, hogy ez egy S-betű 9-es, de hogy? Hát, srácok, ezt itt kell bajni. Amikor ma a 9-es helyet S-betűt látok, az nem jó. Igen, Akvilla, így van. Köszönjük szépen a csírt. Nagy hordóhoz nagy csapjár. Hát ez így van. Úgyhogy zárjuk is ezt a live-ot, srácok, mert én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha ez nem folytatódik. Igen. Szép napot neked, neked is, Paprobi. Köszi szépen, hogy itt voltatok ma reggel. Este találkozunk a PUBG. Addigra reméljük, hogy minden rendben jön. Solo és Ultimate Squad lesz ma. Tényleg, ma lesz az Ultimate Squad. Bizony, Lihantőrrel, Nessájjal és Azmóval lesz a squad. Este 8-tól, 6-tól pedig nyomok szólóba. 8-ig. Mm. 6-tól 8-ig és nyomok. Az lesz a gyakorlat, a practice? Az a practice, így van. Practice mode. Na. Napközben pedig... Szerintem...